Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Holttest a Dunában, a budapesti hajóbaleset egyik áldozatát találhatták meg Tolna megye határán. Perszimuláció, statiszták mutatták meg a diákoknak, hogy működik egy bírósági tárgyalás. Átadás, hivatalosan is birtokba vehette a város a megújult Tolnai Dunapartot. 350 méter, rekordhosszúságú palacsintát sütöttek Bonyhád Majoson. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Holttestet találtak a Dunában, Tolna és Bács-Kiskun megyék határánál. Valószínűleg a budapesti hajóbaleset egyik áldozatáról van szó. Egy szemtanú szerint a partra emelt testen egyértelműen látszott, hogy ázsiai volt. Koreai Interpol nyomozók és magyar rendőrök együtt végezték a halott szemlét, zöld pavilonnal kerítették el azt a néhány négyzetméteres területet, ahol a testet a partra emelték. Úgy tudjuk, az áldozat egy 60 év körüli ázsiai férfi volt. Itt látta meg egy munkás a holttestet. Egy használaton kívüli rakodóhajó egyik láncán akadt fent. Ez a terület több száz méterre található attól a partszakaszról, ahol a nyomozók ki tudták emelni a férfit a vízből. Egy festő épp a helyszínen dolgozott, az egész jelenetsort végignézte. Annyit láttunk már, hogy onnan feljebb fenti részről húzzák le a rendőrmotor csónakkal a holttestet. És ugye itt kiemelték, kiúzták, letakarták. A férfi azt mondja, a holttesten egyértelműen látszott, hogy nem európai volt. Ez biztos, hogy koreai volt. Tehát magyar biztosan. Tehát annyit az arcáról ítélve koreai volt. A rendőrség viszont egyelőre nem erősítette meg, hogy a Budapesten történt dunai hajóbaleset egyik áldozatát találták-e meg. Lapinformációk szerint hétfőn Mohácsnál is kiemeltek egy ázsiai holttestet a Dunából. Közben a rendőrség már a folyó teljes magyarországi szakaszán 24 órás ügyeletben kutat további áldozatok után. Ezek a felvételek a Szent László hídon készültek, itt is folyamatosan szemlézik egyenruhások a folyót. Felüljáróról zuhant az M6-os autópályára egy férfi, majd úgy tudjuk, egy kamion elgázolta. A tragédia Paks térségében történt hétfőn délután. A 23 éves fiatalember a helyszínen meghalt. A helyszínelés ideje alatt a forgalmat a rendőrök a 6-os útra terelték. Öten, köztük három gyermek sérült meg egy balesetben vasárnap délután a 6-os úton Szekszártól nem messze. A balesetet egy Paks felé tartó nő okozta, aki nem adott elsőbséget a szembejövő autónak. A vétlen sofőr és mind a négy utasa is könnyebben sérültek. Gyula és Kurt között pedig szintén vasárnap egy túl gyorsan hajtó sofőr csapódott fának. A kocsi vezetője és a mellette ülő utasa sem használta a biztonsági övét, mindketten megsérültek. Bajánál tetőzött a Duna járhullám, a víz elöntötte a gemenci erdő egy részét is. 2013 óta nem volt ilyen áradás az erdőben. A fiatal telepítésű erdőknek és az öreg fáknak is ez inkább jót tesz, ez, hogy végre el van árasztva ez a terület. Itt, ahol egyébként szarvasoknak vagy vaddisznoknak kéne pihenni, most halak ugrálnak. 2013 óta nem volt ekkora áradás a Dunán. A tetőzés Bajánál 730 cm volt. Az árhullám azonban kifejezetten jót tesz az ártéri erdőnek. Körülbelül a gemenci ártérnek az egyharmada kerül víz alá, tehát bőven van az erdei vadnak menekülési lehetősége, amit nyilván a vaddisznók, szarvasok már meg is tettek. Akkor lenne nagyobb a baj, ha a vízállás elérni a 8 métert, mondta Csontos Péter. Az erdőben őshonos növényzet számára szinte életszükség lett, hogy időről időre elöntse a víz. A mélyen fekvő legelőkön most halak úszkálnak és ívnak, így az ivadékok a víz visszavonulása után visszajutnak majd a Dunába. Orvhalászt fogtak a szekszárdi rendőrök, a hálót használó férfit Kesselyűsben a halőr értetetten őriasztotta a rendőrséget. Az orvhalásztól nem csak a hálót, halakat is lefoglaltak. Az ügyében keletkezett iratokat most kapta meg az ügyészség. Hivatalosan is birtokba vehette Tolna lakossága a felújított Dunapartot. Az átadó ünnepségen jelen volt Petra Becker, a német testvérváros Tútenzé főpolgármestere is. Ki tudunk jönni, de sétálni, szaladni, és csak pihenni is, és nekünk például a nyugdíjasoknak
sokszor csináljuk azt, hogy kijövünk ide és főzünk, és csinálunk ilyen összejöveteleket. Sok mindent jelent. Én számomra nagyon, mert én itt nevelkedtem, úgyhogy én nekem sokat. Nagyon örülünk ennek a játszótérnek, meg az egész minden nagyon jó tényleg. A tolnaiak számára a Dunapart egy ikonikus hely. Mindenkinek fűződik hozzá valamilyen élménye, és most, hogy elkészült és megszépült, boldog örömmel jönnek és hozzák ki a gyerekeiket is. Bár a beruházás hetekkel ezelőtt befejeződött, a hivatalos átadóval megvárták a gyereknapot. 2016 májusában került benyújtásra ez a pályázat. 2017 szeptember végén kötöttünk támogatási szerződést. Az év október 1-én kezdődött el a kivitelezés, és egy évre rá gyakorlatilag a műszaki átadás átvétel megtörtént. A Pesso Felágnes polgármester azt mondta, számos beruházást adott át ebben a ciklusban, de ez az egyik legfontosabb minden itt élő számára. A játszótéren túl azért egy nagyon hosszú futópálya, sétáló, sétány is kialakításra került, meg hát azok a sport területek, amik a kosárlabdapálya, streetballpálya, petangpálya került már kialakításra, vagy egy felnőtt fitness eszközökkel ellátott rész is van. Az Altaripa Parkban közel 500 cserjét és 120 fát ültettek ki, emellett 12 különböző játék és több sportolásra is alkalmas terület is kialakult. A beruházás most nem fejeződött be végleg, a következőkben a vízminőségének javítására és a kerékpárút kiépítésére helyezi a hangsúlyt Tolna önkormányzata. Vendéglátósokat ellenőriz a héten a NAV revizorokra elsősorban Pakson, Dunaföldváron, Dombóváron, Gyönkön, Harcon, Kölesden, Decsen és Őcsényben kell számítani. A szakemberek főként a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét, valamint az online pénztárgép használatát vizsgálják majd. Egy elképzelt bírósági büntetőpert játszottak el statiszták diákoknak, hogy így segítsenek nekik megérteni, milyen súlyos következményekkel jár, ha valaki bűncselekményt követel. Az egyedülálló kezdeményezés összefogás eredményeként jött létre. A szexádi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakemberei dolgozták ki a forgatókönyvet. 2018. április 21 napján Nagy Bálint vádlott barátnőjével, Kis Dórával, valamint testvérével, Nagy Patrikkal az esti órákban szórakozni indultak Tamásiba. Szórakozni indult a barátnőjével a 20-as évei elején járó vádlott. Mielőtt beült az autóban, megivott két üveg sört, erről viszont az utasainak nem szólt. Ez az alaptörténete annak a bírósági szimulált büntetőpernek, amit statisztákkal eljátszva a szexádi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakemberei állítottak össze. Megkérdeztük a gyerekeket, nekem van egy 16 éves öcsém, és megkérdeztük őket, hogy milyen téma lenne az, ami őket leginkább érdekelni. És mivel ők jogosítvány megszerzése előtt állnak, ezért azt mondták, hogy ez az a téma, amit igazából az iskolában nagyon nem tudnak erről kérdezni, nem tudnak beszélgetni róla. A PER szimuláció kitalálói nem csak a témaválasztással próbálták kifejezetten a 18 év körüli fiatalokat megcélozni. Az is az alapkoncepció része volt, hogy közvetlen, közérthető módon tudjanak szólni a diákokhoz. Pontosan erre számítottam, és nem is csalódtam. Nekem nagyon tetszett ez az egész, ez az első ilyen élményem, és nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt arra, hogy belátást nyerjünk egy ilyen tárgyalásra. Hogy a látottak oktató jellegűek legyenek, jelenetről jelenetre megállítják a pert, és egy narrátor, egy rendőr vagy egy bírósági szakértő lép be a tárgyalóterem közepére, aki átbeszéli a diákokkal, hogy mit is láttak eddig. Próbáltuk a gyerekeket aktivitásra bírni, és néhány olyan baleset megelőzési tanáccsal, valamint olyan rendőrséggel kapcsolatos dologgal ellátni, amiről eddig korábban nem tudhattak. A Tamási járásbíróság jogászainak és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak nem a mostani volt az első közös perszimuláció bemutatója, a visszajelzések pedig eddig kifejezetten pozitívak. Megdőlt a palacsinta rekord Bonyhád Majoson, az ország leghosszabb palacsinta kígyóját sütötték a városi gyermeknapon. A rekord hosszúságú palacsinta 350 méteres lett. Jó, úgyhogy ezzel kell kiérni.
Már azóta háromszor kiszámoltam fejbe, és mindig... Így készült a palacsinta kígyó a Bonyhád Majosi sportpályán. A Városi Gyermeknap alkalmából a gyerekek és szüleik rengeteg programon vehettek részt. A kicsik különböző munkagépekbe ülhettek be, valamint happart iszhattak. A gyereknap fő programja azonban a palacsinta kígyó elkészítése volt. A rekordot egyszer már a bonyhádiak tartották, azonban elhódították tőlük, ezért idén újra próbálkoztak a leghosszabb palacsinta rekordjának megszerzésével. Szigorú szabályok vannak, tehát 5-re végeznünk kell, úgyhogy egy kicsit most azért pörgök ennyire, mert fogok még visszamenni és dolgozni, csavarni, csűrni a palacsintákat, azért tudni kell, hogy közel 3000 palacsinta készült el. A rekord kísérlet fontos volt a helyiek számára, emelte ki Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya. A polgármester azt mondta, hogy a rendezvényt már több mint 20 éve tartják, ahol kicsik és nagyok együtt szórakozhatnak. Sok éve már, talán 25 is, hogy egy nagyon szép hagyomány elkezdődött, akkor itt a majosiak, családok, barátok fogtak össze, hogy legyen egy gyereknap itt Majoson a sporttelepen. Az akkori önkormányzati képviselő ezt összefogta, és azóta is ez a szép hagyomány megmaradt. A mostani képviselőnk Sárkás Szabolcs, aki Majoson az önkormányzatot képviseli, gyakorlatilag ugyanazokkal a családokkal, barátokkal és nagyon sok önkéntes segítővel szervezték meg a mai napot. A délután folyamán a rekordot egyébként a bonyhádiak megdöntötték, így 350 méterrel újra az övék Magyarország leghosszabb egybefüggő palacsintája. Akadályfutásban, tűzoltásban és fecskendő összeszerelésben mérték össze tudásukat Tolna megye tűzoltói, a Paksi Atomerőmű tűzoltósága idén is megvédte címét. Többek között ilyen feladatokat kellett megoldaniuk a Tolna megyei tűzoltó csapatoknak a Szekszárdon megrendezett tűzoltóversenyen. A Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség közösen szervezte meg a tűzoltóversenyt, amin hivatásos és létesítményi tűzoltók mérhették össze az erejüket. A Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség minden évben megrendezi a tűzoltó versenyét. Ez a hagyomány nagyon hosszú évekre múlik vissza. A verseny kétnapos, pénteken mindig a hivatásos tűzoltók, illetve a megye egyetlen létesítményi tűzoltóságának, az atomerőmű tűzoltóságának a csapatai versenyez. A tűzoltóknak össze kellett szerelni egy kis motorfecskendőt, és teljesíteniük kellett egy 100 méteres akadálypályát. A leglátványosabb azonban az a 4x100 méteres akadályfutás volt, aminek a végén el kellett oltaniuk egy égő tüzet is. Ezt a versenyszámot a szekszárdi hivatásos tűzoltóság teljesítette a legrövidebb idő alatt. Én oltottam, az oltás az jól sikerült. Úgy néz ki egyelőre, hogy a szekszárdi alcsapat ezt a versenyszámot meg tudta nyerni, úgyhogy bizakodunk, hogy a többiek nem fognak jobb időt menni, mint mi. A versenyt azonban nem a szekszárdiak nyerték. Összesítésben a Paksi Atomerőmű Tűzoltóság vitt mindent a szekszárdi tűzoltó versenyen. Így a paksiak a tavalyi verseny után idén is hazavihették a Vándorkupát. Regionális híreink következnek. Virtuálisan ismerkedtek a szakmákkal, kamionrócsóval segítették a diákok pályaválasztását Siófokon. Munkához jutás segítés, pszichiátriai betegek foglalkoztatásáról tartottak szakmai fórumot. Jellemzően 1000 forintért árulnak egy kiló epret, az esőzések miatt terméskiesés várható. Virtuálisan süthettek hamburgert, szabhattak kosztümöt, vagy éppen cserélhettek autókerekeket a diákok Siófokon. Kaposvár, Barcs és Nagyatád után a Balatonra érkezett a Szakmavilág kamionos rócsó, amely a felső tagozatos diákoknak segít eligazodni a különböző szakmák között újfajta eszközökkel. A Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében létrejött program minden városban óriási sikert aratott, úgy a szülők, mint a gyerekek körében. Húzzátok valahogy kezdtek a startfeliratba, és húzzátok fogalra. Így kezdődtek a feladatok a fiatalok számára, akik 4 külön helyiségben párosával próbálhattak ki egy-egy szakmát a kamionos rócsón. Ezek a lányok a vendéglátás szakmába nyerhettek bepillantást, megtudhatták, hogyan kell elkészíteni egy hamburgert. Én már kiskorom óta a vendéglátásban szeretnék dolgozni, és ezért választottuk ezt. A program sikerét az is mutatja, hogy eddig minden városban hatalmas volt az érdeklődés. Egy-egy ilyen napon 200 gyereknek tudnak ízelítőt adni a különböző szakmákból. A visszhangja nagyon jó. Nagyatádon, május 14-én a nagyatádi szülők részére tartottunk egy rendhagyó osztály, bocsánat, szülőértekezletet, ahol tulajdonképpen arra voltunk kíváncsiak, hogy mit meséltek a gyerekek,
meglepő, nagyon jó visszhanggal, és a szülők is, hogy teljesen be voltak lelkesülve. A 6.-7. osztályosok nem csak a kamionban, hanem a tornateremben is ismerkedhettek különféle szakmákkal, hiszen a város két szakképző iskolája szintén jelen volt az egész napos roadshow-n, hogy kedvet csináljon a fiataloknak a különböző szakmák tanulásához, és hogy segítséget nyújtson a pályaválasztásban. A lányok körében nagy népszerűségnek örvendett a fodrász szakma. Ez egy olyan szakma, aminél nem lehet leülni. Tehát akkor, amikor megtanulta az ember, elkezdett dolgozni, ennélkül nem létezik. Tehát, hogy nem menne továbbképzésre, és ne tanulna új dolgokat. Vannak aztán irányzatai, akár a ponás, akár a kony, vagy akár a vágás, vagy akár most már ugye a barbershopok miatt ugye a férfi fodrászat, de bármelyik területet választja, csak kizárólag azzal lehet tovább élni a szakmában, hogy megy továbbképzésre, illetve érdeklődik a szakma iránt. A szakemberek abban bíznak, látva az első roadshow sikerét, hogy a következő tanévben is folytatódhat a program. A cél, hogy megkönnyítsék az általános iskolások pályaválasztását, és minél több gyerek kapjon kedvet a különböző szakmák elsajátításához. Miként juttathatók munkához a pszichiátriai betegséggel küzdők, milyen ellátás segítheti őket az önálló élethez? Ezekről a kérdésekről tartottak szakmai konferenciát Pécsen. Hazánkban több százezerre becsülik azok számát, akik enyhébb vagy súlyosabb pszichés zavarral, betegséggel küzdenek. Hogyan foglalkoztathatók a pszichiátriai betegségekkel küzdő emberek, milyen körülményeket, milyen szociális ellátást igényelnek? Többek között ezekről hallhattak azon a konferencián, amit a Pécsi Civil Közösségek Házában tartottak pénteken. Tehát az emberekért közhasznú profit Kft. Munkavállalói között kiemelten védett szervezetként foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket, amivel fő profilunk, amivel foglalkozunk a játék összeszerelés, illetve kábel szereléssel is foglalkozik cégünk itt Pécsen. Pszichiátriai betegeket is alkalmaznak, Pécsen 200 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. A Baranyai megyeszékhely egyébként jó helyzetben van a pszichés gondokkal küzdők foglalkoztatása terén, mondják az ellátásban dolgozók. Szakma és a munkáltatók is nyitottak arra, hogy pszichiátriai beteg munkavállalókat foglalkoztassanak. Ráadásul most a Soltéria Nonprofit Kft. támogatott lakhatásával még egy köztes állapotot is tudunk számukra biztosítani, konkrétan a lakhatást. Tehát, hogyha a lakhatást megoldott, akkor onnét ki tudnak menni dolgozni, és egy önállóbb életet tudnak maguknak felépíteni. Ehhez a szervezethez, vagyis a Sotériához futnak be azok a jelzések, amik alapján megtalálják azokat, akik a későbbiekben részt vehetnek a foglalkoztatásban. Kapcsolatban vagyunk a gondozóorvosokkal, a Lelki Egészségvédő Gondozóintézettel Pécsen, Szigetvári Pszichiátriai Rehabilitációs Intézettel, és nagyon sokszor a gondozóorvos, pszichológus, pszichiáter jelzi nekünk a lakókat, illetve Pécsen rengeteg szociális intézménnyel is kapcsolatban vagyunk, köztük kiemelném a Támasz Alapítványt. Nagyon sok olyan lakónk van, aki hajléktalan ellátásból érkezik hozzánk. Jelenleg 18 főnek tudnak szállást biztosítani a Sotériánál. A pszichiátriai betegek innen járhatnak munkába, például a műanyagjátékokat összeszerelő céghez. A szervezet célja, hogy a pártfogoltjaik idővel önálló életet élhessenek, aminek alapja a munkavállalás. A Foglalkoztatás 2018 című pályázat záró szakmai konferenciáját tartották Pécsen pénteken. Idén ünnepli fennállásának 30. évét a Pécsi Kerekvilág Alapítvány. A szervezet május végén ismét megrendezte hagyományos jótékonysági gálaestjét. Az eseményen főtámogatóként vett részt a Hungária Takarék. Gáspár Csaba ügyvezető úgy fogalmazott, nagy büszkeség, hogy a maguk módján minden eszközzel támogatnak egy ilyen jelentős munkát végző alapítványt. A Vivat Bacchus együttes műsorával vette kezdetét a Kerekvilág Alapítvány Együtt Kerek a Világ elnevezésű gálaestje Pécsen. A hagyományokhoz híven ezúttal is a jótékonyság állt a rendezvény középpontjában. Az est célja, hogy segítsen a halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. Az esemény és az alapítvány fő támogatója a Hungária Takarék. Durván 8 éve a Kerekvilág Alapítvánnyal, magával az alapítvánnyal, illetve az alapítvány által működtetett, most már azt mondhatom, országos hírű oktatási intézménnyel is az a kapcsolat megerősödött.
és hát évről évre egyre szorosabbá vált az együttműködésünk, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy a Kerekvilág Alapítvány munkáját, pénzgyűjtési tevékenységét és a jövőképét tudjuk erősíteni a magunk eszközeivel. Hiszen az idén 30. éve működő Kerekvilág Alapítvány pénzügyeit a Hungária takarék felügyeli. Gáspár Csaba kiemelte, minden lehetséges módon, amit egy ilyen lokális pénzintézet megengedhet magának, támogatják ezt a magas színvonalú oktatási, rehabilitációs és gyógypedagógiai tevékenységet. Július 1-től igényelhető a falusi csok, amely a kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához nyújt vissza nem térítendő támogatást. A szakember szerint ez Baranya megyében nagy jelentőséggel bír, hiszen rengeteg faluban megnőhet az ingatlanok iránti kereslet. Várhatóan többen fognak a kisebb településeken házat vásárolni, ha elbírálják a csok iránti kérelmüket. Szintén július 1-től indul el a babaváró hitel is, mely egy szabad célú ingatlan fedezet nélküli kölcsön. Szakértők szerint ezen támogatások nélkül is emelkedni fognak az ingatlanok árai az év végéig, de a két új hitel várhatóan még jobban növeli az eladási irányárakat. A babaváró hitelre kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy mindenképpen érinteni fogja az ingatlan piacot, azzal kapcsolatban, hogy többen fognak emiatt ugye ingatlant venni, be is adják ugye az igényeket rá, és aki ugye pozitív elbírás kap, ugye ebből ugye ezt a pénzösszeget nagy többségében erre fogja ugye fordítani, erre számítunk. Jellemzően 1000 forint körül alakul a magyar eper kilogrammonkénti ára, ez előreláthatóan nem fog csökkenni, a csapadékos időjárás miatt ugyanis jelentős a terméskiesés. A pécsi piacokon még van választék, az árusok szerint azonban néhány nap múlva szinte véget is ér az eper szezonja. Ezen a pécsi piacon még bőven válogathatnak a vásárlók az eprek között. A gyümölcs szezonja bár kifejezetten jól indult, a csapadékos időjárás miatt hamar véget is érhet. A vevők tudatosan a magyar termesztésű szamócát keresik. Török Tamás azt mondja, mindig a hazai gyümölcsöt választja a piacokon, mert az a legfinomabb. 990 és 1300 között szokott lenni most az eper, itt ezen a piacon legalábbis. A belsőben nem nagyon járok, mert az kicsit messze van, én itt lakok, aztán az nekem közelebb van. És megéri megvenni az epret ilyen áron is? Persze, persze, finom, jó illatú, édes, érdemes. Ennél az asztalnál például vajszlói epret árulnak. Szekeres Árpádné szerint a kisebb és a nagyobb szemű gyümölcsöket is viszik. Azonban mivel az érés jelentősen lelassult az eső miatt, már nem sokáig élvezhetjük ezt a koranyári finomságot. A jövő héten már végre az epernek is megy vissza. Nagyon sok eső volt, ám a szabadföldi eper nagyon elrohadtak, úgyhogy az biztos, hogy nem. És most is már Szegeden is, Pesten is nagyon drága az eper. Úgyhogy mi viszonylag olcsón adjuk, tehát jó. A terméskiesés miatt viszont nem várható az árak csökkenése, melyek most jellemzően 1000 forint körül alakulnak. Emellett a nedves környezetben gombás betegségek is megtámadhatják a növényt, ami tovább hátráltatja a szamóca szüretelését. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Holttest a Dunában, a budapesti hajóbaleset egyik áldozatát találhatták meg Tolna megye határán. Perszimuláció, statiszták mutatták meg a diákoknak, hogy működik egy bírósági tárgyalás. Átadás, hivatalosan is birtokba vehette a város a megújult Tolnai Dunapartot. 350 méter, rekordhosszúságú palacsintát sütöttek Bonyhád Majoson. Kedden is nyárias meleg időjárás várható, délelőtt gomoly felhők zavarhatják a napsütést, délután pedig jelentősen nő a felhőszakadással, apró jéggel, szélviharral is kísért zivatargócok kialakulásának esélye. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!